hazánkban a válások száma évente megközelíti azt, amennyien házasságot kötnek. A válás az egy nagyon traumatikus és sokszor tragikus aktus. Köszöntöm a stúdióban Őszi Viktória pszichológust. Lelkileg mennyire hat ki a válás a családok tagjaira? Vagy ez mind különböző, tehát máshogy hat a szülőkre és máshogy a gyerekekre. Szép napot kívánok! Igen, ahogy itt elhangzott a felvezetésben, valóban egy kapcsolatnak a felbomlása az mindig egy nagyon nagy krízis. Ez akkor is nehézség, hogyha ebben a házasságban mondjuk csak a két felnőtt vett részt, hiszen azért egy élethelyzetnek a megszüntetéséről beszélünk, de nyilvánvalóan, amikor a gyerekek is érintődnek a válás által, akkor még nehezebb helyzetről beszélünk. Ugye egy családi krízisről van szó, és ez mindenkit érint a családon belül, és itt elsősorban ugye a mai beszélgetésben inkább azt fogjuk megnézni, hogy a gyerekek szemszögéből hogyan történik ez a válás, illetve milyen kihatással lehet. Itt a gyereknek, ami nagyon fontos, ez az otthon melege. És általában ilyenkor ugye a szülők válnak, tehát ez egy gazdasági szétválás is, és az eddigi otthon az megszűnik. Ez hogyan érinti a gyerekeket? Igen, tehát hogy nagyon sok esetben ugye nem csak maga a szétválás, tehát a családi harmónia, hogyha addig volt, annak a megszűnéséről beszélhetünk, hanem ahogy elhangzott, valóban ugye egy élethelyzeti változás is bekövetkezik. Alapvetően ugye itt a gyereknek a biztonság érzete az, ami nagyon erőteljesen megérintődik. De itt tehát meginog? Meginog a biztonságérzet? Hogyne, ez egyértelmű, de azért vagyunk most nehéz helyzetben, mert itt általánosságokban próbálunk megbeszélni arról, de azt azért szeretném kihangsúlyozni, és hogyha nem felejtem el, akkor a beszélgetésünk során több ponton is el fogom mondani, hogy egyéni élethelyzetek vannak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mindenki traumatizálódik, mindenkit ugyanolyan mértékben érint az, hogyha válás történik. Nyilvánvalóan azért a legtöbb ember nem így tervezi az együttélést, ugye, hogy összeházasodunk, és akkor biztos, hogy nem tudom, 3-4 év múlva mi el fogunk válni. Tehát normál esetben azért egy életközösséget próbálnak létrehozni, és egy életre terveznek. De igen, előfordulhat az, hogy válás következik be. Az, hogy jó vagy rossz dolog a válás, itt nem a mi tisztünk ezt eldönteni, hiszen azt gondolom, hogy amikor valaki ezt így nagyon egyértelműen próbálja kategorizálni, akkor általában valamilyen ideologizálás van mögötte. Kész, ez egy élethelyzet, önmagában nem tragédia, de nyilván tud azzá válni. Nagyon függ attól, hogy a benne résztvevő személyek hogyan kezelik ezt a helyzetet. És azért elsődlegesen ezért a két felnőtt, a két szülő felelős, hogy hogyan fut le maga az egész válási folyamat. Nagyon nagy mértékben függ a résztvevőknek az intelligenciájától és az érettségétől, hiszen attól, hogy megszűnik a párkapcsolat, azért a szülőtársi viszony az megmarad, és az, hogy a gyerek érdekét kellene előtérbe helyezni, az biztos, hogy nagyon fontos. Na ez az, ami sokszor nehezen megy, hiszen egy érzelmileg beszűkült állapotról beszélünk, nagyon sokszor tele vannak sértettséggel, indulatokkal a felek, de azért ne felejtsük el, vannak olyan helyzetek is, amikor kifejezetten jó viszonyban tudnak maradni az illetők. Szerintem sokaknak vannak ilyenek az ismeretségi körében, én is mindkettőre tudok példát mondani, van, ahol olyan viszony alakult ki, hogy az elvált szülők már új párt is találtak, és akkor ott akár a közös születésnapok, közös karácsonyok is megtörténnek, és van sajnos az az eset is, amikor a szülők annyira nem kommunikálnak egymással, hogy kigyúlt békát kiabálnak a másikra. Vagy csak a bíróságon találkoznak. Igen, vagy pedig ugye a gyerekken keresztül üzengetnek egymásnak. Tehát, hogy itt elsődlegesen ugye maga az egész folyamat onnan indul, és azt gondolom, ezt érdemes kihangsúlyozni, hogy a gyerekkel hogyan közöljük ezt a helyzetet, vagy kell-e közölni. Mert hát sokszor volt ugye korábban ez a nézőpont is, hogy hát most elmondjuk a gyereknek, vagy inkább nem mondjuk, és állítsuk ilyen kész helyzet elé. És akkor a gyermekek számára, már ha kicsik, az is kérdés, hogy akkor kivel maradok?
Így van, tehát hogy pontosan erről van szó. Ideális esetben ugye azt szoktuk javasolni, hogyha megtörténik egy ilyen döntés, akkor lehetőség szerint a két szülő közösen együtt üljön le a gyerekkel, és úgy mondják el. Annak is teljesen más hatása van, és másképp reagál rá a gyerek, hogyha elmondják konkrétan, hogy mi fog történni, hogy ők már nem tudnak közösen együtt élni, de attól még ugye, mint szülők ugyanúgy megmaradnak neki, és egy gyerekben életkortól függ, de ettől függetlenül úgy is feljönnek kérdések, hogy mi lesz vele, vagy nem tudom, akkor ő hol fog aludni, vagy el kell-e költözni, ugye ez a biztonságérzet. És hogyha valaki azt mondja, hogy hát nem tudom, meg fogalmam sincs, hogy mi lesz, azért a gyereknek még jobban növeli a szorongását. Tehát önmagában ugye egy nehéz helyzet ezáltal jobban megterhelődik. De az is, ugye ez is egy más helyzet, hogyha így a szülők együtt tudnak kommunikálni, illetve az is teljesen más, hogyha nem tudom, a gyerek hazamegy iskolából, és tegyük fel anyuka azt mondja, hogy hát apád itt hagyott minket azért a másik nőért, és te se kell lesz neki, meg majd lesz neki másik gyerek. Tehát, hogy egy sértettségi helyzetből kommunikál az egyik fél, és nem valós dolgokat mond itt a gyerek számára. És van olyan helyzet, amikor a válás úgymond megkönnyebbülést jelent, hiszen nem egy, nem kettő, olyan kapcsolat van, ami erősen konfliktusos, és egyenként van bántalmazó, most nem hogy a férfi nőt, hanem ez lehet kölcsönös is. Így van, ez egy nagyon jó kérdés, mert sokszor ezt halljuk, ugye, hogy a válás az mekkora hatalmas trauma. Én nem bagatellizálni akarom, de két dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik az, hogy sokkal inkább azt szoktam használni, hogy családi krízis. Az, hogy valóban traumává válik-e, az sok mindentől függ. Azért ezt lehet látni, hogy az utóbbi 5-10 évben megnövekedett a traumának a kutatása a szakirodalomban is, ami egy nagyon jó dolog, mert nyilvánvalóan sokféle trauma éri az embert és az emberiséget is amblok. De ezáltal viszont a laikus nyelvezetbe is sokkal jobban bejött, és már lehet ilyet is hallani, hogy nem tudom, egyszer a szüleim nagyon rám kiabáltak, amikor valami rosszat csináltam, és engem ez traumatizált. Tehát, hogy a szónak a jelentését és a jelentőségét veszi el. Tehát ez az egyik dolog. A másik, amit a kérdésben elhangzott, és nagyon helyesen, valóban nagyon sok esetben azért nem maga a válás okozza a nehézséget, hanem az azt megelőző időszak. Mert azért ne áltassuk magunkat. Attól még, hogy a szülők lehet, hogy a gyerek előtt nem veszekednek, vagy megpróbálnak úgy viselkedni, attól még érződik a feszültség a levegőben. Minél kisebb egy gyerek, annál inkább a nonverbális jeleket leveszi, illetve a metakommunikatív jeleket. Ez mit jelent? A hangszínre reagál, arra, hogy a szülők hogyan beszélnek egymással, és nem azt, hogy mit mondanak egymásnak. Hogyan viselkednek, és nem a szavak tartalmára fog a gyerek figyelni. Tehát ilyen láthatatlan kis csápokkal leveszik ezeket az üzeneteket, és a feszültség benne van a levegőben. Sok esetben van egyébként, amikor... És ez szorongást okoz? Így van, nagyon jól látja, valóban a szorongás az, ami így ilyenkor feljön, felerősödik. Hiszen nem tudja a gyerek, hogy ez miért van. Pontosan, tehát az ő kis világában nem talál erre magyarázatot, de érzi, hogy valami nem oké. Sokszor tapasztaljuk azt, amikor például lehet, hogy kisebb gyereknél az óvónők, vagy a szülők szólnak, hogy hát, hogy mostanában elkezdett mondjuk közöttünk aludni a gyerek, és akkor inkább korábban ott aludt a saját szobájában, vagy a tesóval, de most már inkább közénk szeret feküdni. Tehát itt nagyon sok esetben arról van szó, hogy a gyerek megpróbálja összetartani a szülőket, mert valahogy átmegy ennek a dinamikája. És igen, ez a feszültség ott van, és van az a helyzet, amikor igenis a válás az ilyen szempontból egy megkönnyebbülést okozhat mindenkinek. Tehát... Olyan példa van, hogy például a gyerek magát okolja azért, hogy ez a helyzet van a családban? Így van. Minél kisebb egy gyerek, annál inkább azt látjuk, hogy ez történik. Miért? Miről van szó? Egyszerűen egy kisebb gyereknél ugye egocentrikus a gondolkodás. Minden ő miatta van. Hát ugye tudjuk, hogy vannak olyan felnőttek is, akik megmaradnak ezen a szinten, de azért általában óvodáskor után kinövik ezt. De minél kisebb egy gyerek, a környezetében lévő történéseknél saját magára veti, tehát van egyfajta ilyen mágikus gondolkodás is. És igen,
előfordul ez, hogy azért válnak a szüleim, mert én rossz voltam, mert én valami rosszat csináltam. Tehát azért is szoktuk erre felhívni a szülők figyelmét, hogy ha ilyen történik, akkor ezt hangsúlyozzák ki a gyereknek, és mindketten is egyértelműsítsék, hogy ő nem csinált semmi rosszat, nem ő vele van a probléma, egyszerűen ők érzik úgy, hogy ezt így már a megszokott formában, az addigi formában nem tudják folytatni. De ez nem jelenti azt, hogy a gyerek elveszíti a valamelyik szülőjét. Az ön praxisában mennyire gyakran fordul elő az ilyen megkeresés, hogy szülők megkeresik, vagy éppen az iskolából küldenek önhöz ilyen gyereket, akinek érzelmi és kognitív problémái vannak, és ez a válásra vezethető vissza? Igen. Alapvetően itt az a kérdés, hogy megkeressük-e a pszichológust, hogyha ilyen történik. Hát erre mindig az a válasz, hogy akkor, hogyha van valamilyen nehézség, hogyha a szülő ezt tapasztalja. Én annak vagyok a híve, hogy lehet, hogy nem is biztos, hogy kell. És még egyszer, nem bagatellizálom a helyzetet, de hogyha olyan a kapcsolat a szülők között, és olyan a gyerekeknek az érettségi szintje, olyan a mentális állapota, olyan az életkora, akkor lehet, hogy a szülők azok, akik pont nagyon sokat tudnak ebben segíteni, azáltal, hogy beszélnek róla, hogy nem zárkóznak el a téma elől, hogy korrekten tudnak a témáról társalogni, hogy nem szidják egymást, hogy nem kényszerítik a gyereket választási helyzetbe. De egyébként igen, természetesen előfordul, és itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy vannak bizonyos tünetek, amik elő megjelenhetnek akkor, amikor mondjuk történik egy válás, és a feldolgozat nehézségnek a jele, tehát még egyszer a válás maga ez egy családi krízis, egy krízis helyzet. Ez általában 6-8-7 alatt egy krízis szokott rendeződni. Nem azt jelenti, hogy megoldódik maga a válás, de azok a nagy indulatok, esetek, amik megjelentek. Azok lecsengenek? Azok lehet, hogy lecsengenek, kicsit így átszellőzik a helyzet, leülepednek, és utána lehet, hogy meg tudják beszélni, de nem feltétlenül. Tehát ezért mondom, hogy nagyon egyedi élethelyzetekről beszélhetünk. Arra érdemes odafigyelni, hogyha a gyerek olyan tüneteket hoz, amit korábban nem, mire gondolok. Lehet, hogy egy óvodás gyereknél, aki mondjuk már a szobatisztaságot elérte, akkor megint bepisír éjszakánként. Az is lehet, hogy mondjuk dadogni kezd el, ugye ez a megkapaszkodásnak a problémája. Lehet, hogy elkezd szorongani. Nagyon sokszor van egyébként olyan a praxisban, azzal találkozunk, hogy azzal jön a szülő, vagy a szülők, hogy a gyerek annyira fél éjszakánként, hogy a betörőktől, betörésektől, és amikor megnézzük, hogy történt valami ilyesmi a közelben, hát nem tudnak róla, de ők arra gondolnak, hogy lehet valami filmben látta, vagy valamilyen játék miatt van ez, és amikor arra beszélünk, hogy jelentős élethelyzeti váltás, akkor előny, hogy ja, igen, egyébként egy ilyen fél évvel ezelőtt elváltunk, de hát nem, nagyon jól viselte a gyerek, és nem hozott semmi tünetet. Tehát az is lehet, hogy később jönnek elő ezek a dolgok. Nyilván itt nem egy 10 éves időintervallumról beszélünk. És akkor megint visszatérünk a traumákhoz. Igen, igen. Tehát, hogy mennyire érinti fel a gyereket. Tehát, hogyha a fel nem dolgozott feszültség, a fel nem dolgozott konfliktus az, ami megbetegítő hatással lehet. De ugyanígy jöhetnek még elő a szomatikus tünetek, és tehát megmagyarázhatatlan fejfájás, hasfájás. Nagyobb gyereknél előjöhet az, hogy tanulmányi problémák jelentkeznek, tehát a kognitív szintnél, ha vagyunk, visszaesik a tanulási eredménye. Persze, nem tud úgy koncentrálni, nem tud úgy figyelni. Az is lehet, hogy a gyerek, aki addig nagyon kis társalgó volt, meg csicsergős volt, akkor bezárkózó lesz. Ez oda vezethető vissza, hogy ugye vannak az a szükségletek, és akkor itt valahol az alapszükségletek közül kiesik ez a tégla, hogy biztonság, és akkor egy kicsit megrodjan ez az egész. Én azt gondolom, hogy nem csak maga a biztonság, mert ugye amire alapszükségetekről beszélünk, ott nagyon sokszor igen, valóban kell egy fizikai biztonság is, ez a hol van az otthonom, de benne van az, hogy egy kötődési nehézséget okoz. Tehát azáltal, hogy felbomlik az az addig működő, vagy lehet, hogy így úgy akadozva, de valahogy együtt élő család, az okozhat igen a gyereknek egy ilyen nehézséget, persze. Tehát ez pszichésen viseli meg, mert a biztonságot a gyereknek a szülő adja.
Tehát ezért is van, hogy bármilyen a szülő, akár egy bántalmazó szüléset, a gyerek az mindig ragaszkodik hozzá. Így vagyunk programozva, evolúciósan, tehát kell a túléléshez az, hogy tudjunk kötődni. Na most az nagyon komoly jelzés, hogyha egy gyerek teljesen lazán, teljesen könnyedén veszi a szüleinek a vállását, és semmiféle jelét nem adja annak, hogy őt megviselni ez a hát dolog. Akkor ezt én belülről én meg hatványozottan. Igen, tehát ez lehet, hogy vagy elfolytja, vagy az is lehet, hogy ott valami nagyon erőteljes ilyen kötődési probléma volt. Tehát én most nem azt mondom, hogy hú, akkor, hogyha a gyerek nem hoz semmiféle tünetet, akkor gyorsan szaladjunk a pszichológushoz, mert itt nagyon nagy probléma van. Egyéni élethelyzetek vannak, ne felejtsük el, de azért ezekre oda kell figyelni. Az is lehet, hogy a gyereknek a biztonságérzete például annyira meginok, hogy nem tud sötétben aludni. Egy olyan, aki addig egy nagyon talpra esett volt, nagyon vagány gyerek volt, akkor neki már csak mindig, hogy kell a villany, és mindenre rá tudja fogni. Tehát a gyerekek nem biztos, hogy annyira úgy tudják ezeket kommunikálni, de a különböző életkori szinten azért figyelni kell erre, hogy milyen tüneteket hoznak, mert persze természetes, hogy hatással van rájuk a válás. De azt gondolom, hogy sokszor lehet ezt hallani, hogy hát a gyerek miatt együtt maradunk, meg nagyon rosszul az élet, de közösen felneveljük. Nem egyszerű ez a helyzet sem, meg tudunk az úgynevezett, szaknyelven úgy hívjuk, hogy funkció gyerekekről, akiknek az a feladatuk, kimondva vagy kimondatlanul, hogy na majd ők megmentik a házasságot. Sokszor van az, amikor már van egy ilyen konfliktus, akár hírességeknél is lehetett erről hallani, hogy amikor már úgy nagyon inog a házasság, és akkor majd egy közös gyerek, vagy egy újabb közös gyerek majd ad egy újabb löketet ennek a kapcsolatnak, és nagyon nagy terhet ró ez erre a gyerekre, mert nem az ő feladata, és nem biztos, hogy tudja vinni. Eddig beszéltünk a válásról. Igen. Nyilván, amikor már elválnak a szülők, és eljutnak oda, hogy egy új kapcsolatba kerülnek. Akkor ezt a gyermek, ezt hogy dolgozza fel? Igen. Tehát ezek az úgynevezett mozaik családok, ugye manapság ezeket lehet hallani. Nagyon, nagyon figyelni kell a gyerek érzékenységére. Tehát a szülőnek itt duplán kell figyelnie. És tudom, hogy nehéz, mert ugye megvan a szülőnek a saját problémája is, de akkor is kiemelten kell azt előtérbe helyezni, hogy a gyerek hogyan viseli ezt a helyzetet, mennyire nyitott egyáltalán arra, hogy egy új partnert elfogadjon. És itt nem arról van szó, hogy ó, majd ő lesz az új anya, vagy az új apa, hiszen sokszor van az, hogy a gyerekek eleve hárítják, hogy ó, én nem akarom látni, mert meg ide ne hozz, meg én nekem be ne mutasd. Tehát itt is nagyon sok minden függ attól, hogy milyen a szülői hozzáállás, és előtte már a válás előtt milyen volt annak a szülőnek mondjuk a kapcsolata a gyerekkel. Itt nyilván az új partnernek sem egyszerű a dolga, aki belép ebbe a kis mozaik családba, hiszen a partnerrel megkapja annak a gyermekeit is. És ilyenkor nagyon fontos, hogy türelemmel kell lenni, tehát nem szabad ezeket a helyzeteket erőltetni. Itt is vannak végletes dolgok, tehát van olyan, amikor egy gyerek, akár már az első találkozásnál is, és nem biztos, hogy csak az óvodás, lehet nagyobb, kamasz gyerek is, el tudja könnyedén fogadni az új partnert, és az új partner is egy ilyen támogató módon áll hozzá, tehát nem akar az anyja lenni, nem akar az apja lenni, tehát hogy majd én megnevellek téged, de sajnos olyan is van, amikor nem is olyan régen az egyik esetemnél fordult ez elő, hogy egy új partner, az anyukának az új párja, és a kamasz gyereket úgy akarta ő keretezni, mert rögtön az első alkalommal, hogy hát velem úgy ne úgy beszélj, mert kiverem az összes fogad. Tehát azért ez nem egy intelligens és nem egy humánus hozzáállás. Tehát nagyon-nagyon kell arra figyelni, hogy az ember megtalálja a közös hangot a gyerekkel. És igen, beszélni, és még többet beszélni, mert az amúgy is a hétköznapokban nehéz, és akkor, hogyha a gyereknek még kérdései vannak arról, hogy mi volt a válás oka, azért ezt meg lehet diplomatikusan beszélni a gyerekekkel.
Tehát nyilvánvalóan ugye vannak itt olyan konfliktusok meg eleve, hogy mi vezet a válláshoz, hát ugye ez egy külön beszélgetésnek lehetne a témája, de hogy ne idegenítsük el a gyereket a másik szülőtől, ez egy annyira fontos dolog lenne, hiszen ne felejtsük el, van egy ilyen szindróma, a szülői elidegenítés szindrómája, amikor a gyereket, ugye minél kisebb, annál jobban befolyásolható általában, akkor elkezdem befolyásolni. Tehát az egyik szülő a másik szülő ellen hangolja a gyereket? Pontosan, de egy kicsit még erőteljesebb, mint a hangolás, és hogyha mondjuk a másik szülőnek láthatása lenne, vagy elvihetné a gyereket, akkor a gyerek az sír, toporzékol, kiabál, teljesen ellenáll, és ugye nagyon nehéz helyzetbe kerül az a szülő, hogy most mit csináljon, elvigye akarata ellenére a gyereket, vagy pedig ott hagyja a másik partnernél. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ki kellene alakítani ennek a kultúráját. És most lehet, hogy ez így érdekesen hangzik, de valóban a válásnak is lenne egy kultúrája, és ez alapvetően az emberi kapcsolatoknak a kultúrájához tartozik. Hogy az indulatokat, azokat félretenni, és ilyenkor kellene egy kicsit a józanésznek jobban előtérbe helyeződnie. Hogy a gyerek érdekét ne tévesszük szem elől. A gyereknek szüksége van anyai és apai minőségre is. És attól még, hogy ez a házastársi kapcsolat az nem működik, attól még a szülőtársi kapcsolat tetszik, nem tetszik, megmarad. Nem véletlen, hogy egy gyerek mindig arra törekszik, hogy a szülőket valahogy egybe tartsa. Akkor is, amikor elválnak, akkor is megpróbálja őket összehozni. Például sokszor van, hogy gyerekek olyan taktikát alkalmaznak, hogy csak akkor megy el közös programra, hogyha mindkét szülő ott van, és akkor megpróbálja ezt a helyzetet így irányítani. Nem kell ezért kiakadni, nem kell a gyerekre miatt veszekedni, hogy hát ez abszolút nem fog működni. Megint csak türelem, és beszélgetést, tehát el kell mondani, hogy igen, ők meghoztak egy döntést, és ez valószínűleg így marad, de attól függetlenül ők ugyanúgy a gyerek szülei maradnak, és ezt ismétlem, a végtelenségig ismétlem, mert a gyereknek lehet, hogy ezt el kell mondani 11-re, 20-adjára, 100-adjára, de akkor is elmondom, és ebben nagyon jó lenne, hogyha a szülők ugye partnerek tudnának lenni. Na hát ez az, amiben sokszor azt mondom, hogy picit ilyen idealizált, hiszen általában azt tapasztaljuk, vagy hát nyilvánvalóan én a munkám miatt azt tapasztalom, hogy az indulatok nagyon előtérbe tudnak kerülni, és a szülőkben lévő sértettségek, megbántódások, azok áttevődnek ugye a gyerekre, és lehet, hogyha a gyerek azt próbálná, hogy mindkét szülővel jó viszonyt tartson fenn, az a szülő, akiben több a sértettség, az például elkezdi a gyereknek esni, hogy na, már nem tudom, megint anyádhoz mész, vagy apádhoz mész, miért itt nem jó nálam? Tehát, hogy ne hozzuk ilyen helyzetbe a gyereket. Neki nem kell választani a szülők között. Az egy dolog, hogy kialakult egy élethelyzet, nyilvánvalóan meg kell beszélni, hogy hogyan fog neki alakulni a jövőben az élete. Hol fog élni? Előfordul az, amikor ugye nagyobb változás van, és az már tényleg egy krízis mátrix, amikor nem csak elválnak a szülők, el is kell költözni, de az is lehet, hogy egy teljesen új iskolában kell folytatnia az életét, új baráti kapcsolatokat kell kialakítania. Tehát ezek veszteségek, egy válás az nyilvánvalóan fájdalommal jár, az pszichésen nagyon megterhelő. Nem véletlen, korábban már beszélgettünk a stressznek a hatásairól. Van egy életesemény skála, egy Holmes-féle életesemény skála, ahol különböző pontokat lehet adni az életben átélt dolgokra. Ugye nyilvánvalóan vannak pozitív dolgok is, amiket átélhetünk, de ugyanúgy megterhelőek. Na most ezen a skálán 100 pont a legnagyobb. A 100 pont az a házastársnak a halála, de rögtön utána 73 ponttal a válás következik. Tehát ez is azt mutatja, hogy nyilvánvalóan egy komoly dologról van szó. Persze nem akkor, hogyha nem tudom, Las Vegasban összeházasodtunk, és akkor 48 óra után rájövünk, hogy mégsem volt jó döntés, és kiszállunk az egészből. De azért általában egy életközösségnek a felszámolása az nagyon megterhelő tud lenni. De még egyszer, ez nem indok arra, hogyha például valaki egy bántalmazó kapcsolatban él, és akár fizikai, akár verbális, vagy érzelmi bántalmazás történik, hogy benne maradjon abban a kapcsolatban. Tehát igenis van az, amikor tényleg a válás hoz egy ilyen megkönnyebbülést mindenkinek. Előfordulnak sajnos már olyan esetek is, amikor már a gyerekek
kezdeményezik, vagy ők kérik a szülőktől, hogy akkor inkább váljanak el. Nyilván ez egy furcsa és nem biztos, hogy ideális helyzet, hiszen a szülőknek kellene ezt a döntést meghozni. Ők a felnőttek, őnekik kell ezt a döntést irányítani, de összességében még egyszer nem maga ez az esemény az, ami megterhelő, hanem az előzmények, illetve hogyan kezeljük a folyamatot. Tehát akkor, ha összefoglalnám, akkor felelősség, türelem és kommunikáció. Így van, ebben a sorrendben. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm én is.